a 10. jubileumi Kárpát-haza kulturális és gazdasági konferencia valamennyi kedves vendégét, honfitársainkat. Csángó magyar, csángó magyar! A szervezők köszöntője, majd a Nemzeti és a Székely himnusz után a Petrás Mária népdalénekes tolmácsolásában felcsendülő Csángó himnusszal indult a 10. Kárpát-haza kulturális és gazdasági konferencia Jászberényben. A programsor felvezetéseként augusztus 9-én Mező István református lelkész és Szabó József László római katolikus plébános a békért mondtak imát. A rendezvényt köszöntők legfontosabb üzenetei pedig a bizalom és a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítésének fontosságáról szóltak. Olykorban élünk, amikor az embereknek, úgy általánosítva talán mindannyiunknak, az érték az ott kezdődik, amit a szemünkkel látunk, amint a bőrünkön tapasztalunk, vagy a zsebünkben érzünk. Pedig a legnagyobb érték az ember. Az országgyűlési képviselő a háború sújtotta Európában az ima szükségszerűségéről és az emberi élet megóvásáról, Jászberény polgármestere pedig az együttműködést megalapozó bizalom erősítéséről szólt. Üzlet nincsen bizalom nélkül, barátság sincsen bizalom nélkül. És már is találtam egy közös gondolatot, egy közös vezérfonalat, a bizalmat. Hozzátette, az alapértékként megjelenő bizalomért sokat kell tenni. Valóban tegyünk egymás megértéséért, egymás megismeréséért, és azért, hogy egymásnak tudjunk bármilyen módon de segíteni. Bízom benne, hogy ilyen és ehhez hasonló események jövőben is lesznek, és mindenki a maga frontján, de tud azért tenni, hogy valóban megmaradjunk itt a Kárpát-medencében. A konferenciára Erdélyből, Kárpátaljáról, a Vajdaságból egyaránt érkeztek vállalkozók, vállalkozói szövetségek képviselői. Munkájukról, termékeikről, szolgáltatásaikról a megnyitó alkalmával néhány mondatban, a konferencia idején pedig részletesen is beszámoltak a résztvevőknek. Ízelítőt láthatott a közönség a Kárpát-medencei kultúra sokszínűségéből a jászsági hagyományőrző egylet, Petrás Mária népdalénekes, Pénzes Tivadar Tekerő Lantos, valamint Pap Máté Bence és a Kisfriskák Gelb Ákos és Dallos Péter közreműködésével. A konferencia augusztus 10-én csütörtökön folytatódott. Az agrárium kiemelkedően fejlődik a térségben. És a kormánynak az a szemlélete, hogy nem hitelből fejlesztjük az országot, hanem gazdasági növekedésből, ez kiemelkedő. A térség gazdasági teljesítményének növekedését és ennek kultúrára gyakorolt hatását emelte ki az országgyűlési képviselő. Ki tud alakulni egy olyan kapcsolat, egy olyan együttműködés, ami a beszállítást, a kereskedelmet és a szolgáltatást erősíti, akkor mindannyian együtt tudunk nagyobbak és erősebbek lenni. A jászberényi vállalkozások és a település önkormányzatának együttműködése eredményes, mutatott rá Balogh Béla alpolgármester felszólalásában. Különösen fontos az, hogy együttműködjük a vállalkozókkal. A hagyományokból táplálkozó kultúra értékeit, a megszerzett képességeket viszik tovább és hasznosítják a gazdaság szereplői vállalkozásukban, tette hozzá az alpolgármester. Fontos, hogy megbízható, együttműködő, másokkal együtt dolgozva eredményt elérni képes legyen az egyén, a közösség és a nemzet, hangsúlyozta. 10 éves jubileumi időszakához ért ez a konferencia, és 10 év mindig alkalmas arra egy-egy ilyen jubileum, hogy egy kicsit megálljunk. És megnézzük, hogy miért is jött létre, mit ért el, érdemes-e tovább csinálni, van-e eredmény, és ebből az eredményből mi következik. A konferencia fővédnökeként tartott előadást Jászberényben az agrárminiszter. Köszönettel és nagyra becsüléssel tartozom a konferencia szervezőinek azért, hogy életre hívták ezt, hogy azt a gondolatot táplálták már 10 évvel ezelőtt is, hogy kultúra és gazdaság szervesen összefügg, és nem csak itt hazánkban, hanem Kárpát-medencei szinten. Hiszen a történelem viharai azt hozták, hogy testvéreink határ másik oldalán is élnek. És nagyon fontos, hogy megtartsuk őket. Nagyon fontos, hogy a következő évszázadban is ott legyenek, hogy megmaradjanak, hogy a szülőföld, az a haza, ahol ők születtek, az megmaradjon magyarnak a következő évszázadokban is. Ha van bizalom, együttműködés és kapcsolatrendszer, akkor annak gazdasági növekedés a folytatása, jegyezte meg. Hozzátette, az elmúlt 2 évben 1500 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg az agrárgazdaságban. Az uniós költségvetési ciklus végéig összesen 5300 milliárd forint értékű gazdaságélénkítő beruházást terveznek.
Kiemelten fontos az élelmiszeripar fejlesztése, amire 750 milliárd forintot szánnak. Amire eljutunk 2027-ig, és mire 29-ben lezárjuk ezt a ciklust, addigra egy teljesen újjászülető, megújuló magyar mezőgazdasággal számolhatunk, ahol az exportunk 50%-kal tud növekedni, a gazdák jövedelmezősége 53%-kal tud növekedni, és az egész magyar agrár és élelmiszeriparra úgy tekinthetünk, mint Magyarország húzó ágazatára, és egy megkerülhetetlen stratégiai ágazatra. A jubileumi konferencia főszervezője Papp Imre munkáját emléklappal ismerte el a tárca vezető. Kultúra nincs gazdaság nélkül, és hogyha a Kárpát-medencében, az anyaországot is beleértve, a gazdaság nem fejlődik, akkor az elvándorlás bekövetkezik.